Na, halló mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és íme itt vagyunk a következő videóban, és most bizony ebben a videóban nem más lesz, mint második András fogjuk meglátogatni a középkorban, ja ez már középkor volt, szóval megyünk is oda, én szerintem, és hát itt ott velem Kis, ugye tudjátok, hogy most került ki Pankutyának az új Aranybula nevű száma, szóval ezért gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen izgalmas, érdekes videót, és nézzük meg, hogy mi is lesz vajon, és hát ja, Kis jön és segít nekünk meglátogatni ezt a királyt. Elvileg van valami problémája, jaj, ezért bocsánat. Elvileg van valami problémája a királynak, szóval kíváncsi leszek, hogy mi is lesz és hogyan lesz. Szóval hát ja, úristen, milyen óriás ez a kastély. Jaj. Na jó van, Kis, szedd magadat össze, mert egy igazi király előtt fogunk most állni, szóval okosan. Hoztam kaját Kisnek is, hogyha esetleg bármi gond lenne, kapja is közben a kajákat. És hát srácok, hú, menjünk Kisbe, és ha ti is készen álltok, akkor dobjuk egy lájkot. Elfelejtem skin cserélni, na mindegy, következő videó már másik skin lesz. És ja, hogyha ti is várjátok ezt a videót, vagy nem tudom, érdekel titeket, akkor dobjuk egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljatok. És hát lépjünk is be, akkor ebbe a várba, és úristen, ott is van. Ott is van, bár nem nagyon vannak őrök. Jó napot. Hello, jó napot. Uram atyám, mennyire durván jól néz ki, és maga lenne Dani? Igen, ismer engem, királyság, igen, én vagyok. Lol, itt vannak az aranybulák. Jaj. Na, hello, jó napot kívánok. Igen, segítségre lenne szükségem. Ó, hát jó, rendben van, itt vagyok, én bármikor segítek meg minden. Igen, én ilyen segítőkész ember vagyok. Hát, ahogy látom, eléggé tele van aranybulákkal. Sajnos elrabolták a fiamat. Ó, hát az, sajnálom. Hát, nem örülök neki. Negyedik Bélát. Ó, hát ez szomorú. Rendben, hát, hát segítek önnek. Nem tudom, hogy tud-e valami tippet adni, hogy ki volt az, vagy hol van, vagy bármi. Én bármikor segítek önnek, meg ilyenek. Vagyis hát kisebb bármikor segítünk közösen. Tudna segíteni? Sajnos semmi infom. Hát megpróbálhatok, de valami is kicsi dolog, amin elindulhatok, vagy valami. Kis is bármikor segít, csak egy iránytűn van. Aha, és ez mit mutat az iránytű? Tehát most az sem mindegy, hogy mit mutat az iránytű. Hogyha rendesen éjszakra mutat, az... Aj, Istenem, miért jön mindig ilyen izé? Bocsi zsácok. Gyors kikapcsolom ezt az utcát, ami küldi az ilyen értesítéseket. Hú, de utálom ezt. Na jó, persze, bármikor segítek meg ilyenek, ez a fiam pozícióját mutatja. Wow, és akkor miért nem maga megy el? Már nem azért, hogyha megmutatja, hogy hol van a fia. De komolyan, miért nem akkor maga megy el, vagy valamelyik alattvalója? De komolyan, meg azt mondja, hogy izé. Azt mondja, hogy nincsen semmi infoja róla, aztán tudja, hogy merre van. Amerre mutat az iránytű. Hát kiégek. Hát most komolyan. Ó, Istenem. Ennél lustább királyokat, sajnos veszélyes. És maga nagyon bátor. Hát de egy darab izé alattvalója se képes vállalni, vagy bármilyen izé? Testőr, vagy valaki. Hát biztos vannak olyanok, most ahogy már. Ez most komoly? Megvan a fia pozíciója, és izé. Maga a legerősebb alattvalóm. Hát nem akarok alattvaló lenni, bocsi, de mindegy. Én csak jöttem, gondolom segítek, de mindegy. Tudod mit, jó, rendben, megjutalmazom. Jó, rendben van. Istenem. Ja, Istenem, anya mennyiben megtalálja. Jó, persze. A srácok. Na jó, visztát, csá. Jó, abba az irányba kell majd menni, csak kijövök a várból, mert különben eléggé nehéz lenne abba az irányba elmennünk. Jó, hát akkor megkerülöm szépen az egészet, és akkor srácokat hát keressük meg negyedik Bélát. Ja, Istenem, utálom. Tehát megmutatja a fiának a pozícióját, de ő meg itt áll, és semmit nem csinál. Mindegy, hát jól van, akkor megtaláljuk egyedül, vagyis hát nem egyedül, mert jön segíteni Kis is. Hú, jól van, mindegy, akkor srácok, nekünk kell megtalálni. Miközben megyünk, elmondanám, hogy itt tudok menni? Ó, itt tudok menni, királyság. Miközben megyünk, azt elmondanám, hogy ugye minden egyes nap a harmadik csatornámon is van videó. Szóval, hogyha esetleg nem ismernétek a harmadik csatornámat, Dani kötője Minecraft a neve, iratkoztok fel oda is, és csekkeljetek le az ottani hardcore meg Skyblock sorozatomat, a Skyblockot Black-kel csinálom, a izét pedig Momóval. Nos! Elvileg ebbe az irányba kéne nekünk menni. Szóval hát akkor menjünk is szépen előre. Aztán majd nem tudom, hogyha visszahoztuk a fiát, hogyha esetleg egyetlen megtaláljuk, akkor majd körbenézek szerintem a várban, mert nem tudom, azért igen óriás ez a vár. Remélem, hogy meg fogja engedni meg ilyenek. Aztán hát majd kiderül meg minden.
Hú, jól van, ebbe az irányba kéne szépen tovább menni, és hát reméljük, hogy fogunk is valami igencsak érdekes dolgot találni, és nem csak izélni fogunk. Amúgy jól látom, hogy ez ott egy tábla volt. Jobb látom, hogy itt egy... Jaj, ez itt egy tábla volt. Raktár. Wow, ezt kéne nekünk keresni? Ez egy raktár. Hát mindegy, hogyha raktár, akkor legalább lehet, hogy lesznek itt valami érdekes, izgalmas cuccok. Nézzünk is be. Ott van bent. Ott van bent Béla. LOL, kajak ott van. LOL. Milyen királyok vagyunk már ki is, egyből megtalált. Na mi van? Easy. Na, mi az itt? Ez mögött nem a kulcs van. Aha. Jaj, de vicces. Ez mögött nem a kulcs van. Hát, mégis itt egy kulcs van. LOL. Mennyi cucc? És hogy jutok én oda be? Mennyi kaja van itt? LOL. Srácok, ez fúra tele van cuccokkal. Gyógyítás, poti, meg ilyenek. Ezeket én belútolom. Ezeket szépen elviszem. Tele van cuccok. LOL. Mi a izé? Ez a láda kinyitotta azt az ajtót. De durva. Jó van, mindegy, érdekes. Jó van, hát tele vagyunk cuccokkal. Ú, szökkenés, poti. Segíts, kérlek, hello. Szia, Béla. Mi az, bajban vagy? Jaj, ez így nem nyitja ki. Várjál, Béla. Jaj, Istenem. Elrontom mindig. Na, szia, Béla, hello. Üdv, lol, én ezt így hogyan izéljem ki? Szia, hello, na várjál, tényleg ott vannak cuccok, várj egy picikét. Jó, 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 csinálok szépen, na már, mi történt? Hova tűnt a kar? Várjátok, na jó, hát akkor csinálok egy gombot. Nekem aztán, ó, a kutya nem bánt, dehogy bánt, jaj, kis oda bement melléd. Kis milyen kedves, de egyből bement mellé. Na várjál, csinálok gyors egy csákányt. Aztán kiszabadítalak szerintem, legalábbis egy gondolom. Vagy, ó, ott van neked alma. De király már neked. Na várjál! Így, né, szépen aztán gyere. Na, mi történt, Béla? Mondjad, mi történt, Béla? Köszönöm, Isten áldjon meg. Hát, ja, reméljük meg minden. Gyere! Elraboltak. Hát ezt látom. Eléggé necces lehetett, vagy nem tudom. De hogy raboltak el? Meg kirabolt el? Amíg megyünk, addig nyugodtan beszélj el. Na, gyere szépen, akkor menjünk vissza. Haza kísérlek. Nem tudom, elkábítottak. Aha. Wow, hát ez eléggé szomorú meg minden. Jössz, Béla? Júj, te tudsz ilyeneket? Az érdekes. Na, oké, hát rendben, mindegy. Kiszabadítottalak téged, meg minden. Amúgy nem azért mondom, de az apádnak volt ilyen cucca, ami megmutatta, hogy hol vagy. És ahelyett, hogy ő eljött volna, érted? Engem ide küldött. Tehát most itt tényleg nem rosszból, de mindegy. Elég érdekesek ezek a királyok, apám nagyon gyáva. Dehogy is, biztos jó fej, meg minden. De most ez nem tudom, tehát hogy tudja pontosan, hogy hol vagy, de nem jön el. Vagy valakit elküldeni legalább, mindegy. Mindegy, nem akarom tényleg önét szídni, meg semmi. Meg ilyenek, meg hát úgyis azt mondta, hogy ad valami jutalmat. Szóval, meglátjuk, hogy mit fogunk ezért kapni, de amúgy te ki vagy? Ó, hát én vagyok a PGT Dani. De amúgy, ja, mindegy. Nem akarom ezt túlragozni, én Dani vagyok, szia, örvendek. Tényleg, ja, izé, videós, meg ilyenek. Na, várjál, ismerlek, ó, te királyság. No, ezek ismernek engem, milyen király már srácok. Láttam pár videódat. Hogyan láttad pár videómat? Jaj. Vannak itt már izék, van itt már internet, meg ilyenek, ez elég érdekes, na mindegy. Oké, és a stressz miatt nem ismertelek fel, hát nem probléma, megbocsájtok, meg minden, gyere gyorsan, várjál. Menjünk gyorsan vissza, hogy apádat nézzük, vagy meglássuk majd a reakcióját, hát reméljük, hogy utána nem tud jönni, és nem fog elakadni. Ó, hát Béla itt is van. Na jó van, gyorsan vigyük vissza, srácok, akkor Bélát az apjának, és akkor nézzük meg, hogy vajon milyen jutalmat fog nekünk adni. Hát remélem, hogy valami normális cuccot fogunk kapni, nem valamilyen földblokkokat, meg ilyesmiket, ez a táblára nem kell. Ú, szökkeny és poti, ezt viszont felveszem, vagy beiszom. Hello, jó napot, sziasztok, megjöttünk. Úristen, hát igen. Visszahoztam, látod? Látod? Te miközben itt ültél, meg vártál, itt a fiam. Nagyon köszönöm, hát szívesen. Szia, Béla, itt van az apád, látod? Látod? Hát igen. Szia, sziasztok. Na, hát oké, és figyeljetek, én nem is nagyon akarok zavarni. Nagyon örültem, szia, jó, hogy élsz. Hát, ja, gondolom, hogy most örültek egymásnak minden. Figyeljetek, el ne menj. Jó, oké, hát az ajándékot az persze, hogy még elkérem meg ilyenek. De, ó. Ó, kaptam valamit. Mi ez? Korona. LOL, kaptam egy koronát. Milyen menő már? Itt a korona. De menő. Hú, ez királyság. Na, kösz a koronát. Figyelj már, király. Körbenéztetek egy kicsikét, és szeretne gazdag lenni? Figyelj, hogyha adsz nekem pár cuccot, én azt nagyon megköszönöm, meg ilyenek. Nagyon kedves gesztus, meg ilyesmi. Ó, LOL, hoppá. Milyen jó, kaptunk 4x60 egy gyémántot. Köszi. Figyelj már, András, körbenéztetek egy kicsikét a palotában? Nem akarok tényleg ilyen betolakodó lenni, meg ilyenek, de
körbenéztek, meg ilyenek természetesen, köz-köz. Hú, mindig is kíváncsi voltam, hogy mi, hogy néznek ki az ilyen cuccok. Wow, ez valami, nem tudom mi ez, mindegy, ilyen pihenő szoba, vagy mit tudom én. Ez itt pedig, ez pedig ilyen nagy tárgyaló szoba. Gondolom, hogy ez valami tárgyaló szoba akar lenni. Okés, ez ilyen kis medencésej, ez is de menő. Nagyon-nagyon király, jól néz ki ez a palota, az eléggé jól be van rendezve. Ez a kijárat, aha. Erre pedig, aha, itt is ilyen izék, itt is tele van ilyen tárgyalószobákkal, meg ilyenekkel. Őrült, hogy ez a palota, srácok, hát az egészet nincsen nagyon. Mi ez? LOL, megy valami zene itt, na mindegy, érdekes. Hát jó, igazából őrült, hogy ez az egész szucs, srácok, szóval én most nem fogom ezt végigjárni, mert ez meg valami, nem tudom mi, ez is ilyen beülős szucs. Hát srácok, féljetek, nagyon-nagyon menő meg minden, de én szerintem most akkor lezárom a videót, és hát srácok, akkor itt én elköszönök. Úristen, de menő ez a könyvtár. Hát srácok, gyerek is mellém. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el a többi csatornámra is feliratkozni, meg ilyenek, és tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!